Akartam készíteni amúgy ma délután egy olyan videót. Szia Csák Imre. Egy olyan videót, hogy reagálok a nézőim gaming barlangjára. Tudjátok jól azt a sorozatomat, reagálok a nézőim beküldött gaming barlangra, jól úgymond a szobára, a setupra, meg ilyesmi. És beléptem chat oda amúgy. Beléptem a Discord szerveremre, lássam, hogy ki mi küldött be. És az első üzenet, ami egyből láttam amúgy, az egy kisebb streamertől jött, azután tudtam meg, hogy egy kisebb streamer, kisebb videós, amikor megnéztem amúgy a videót például, nem néztem meg az egész videót, csak rámentem is megnézni, hogy ki is az ember, mert olyan képeket küldött be srácok a Discord szervere, olyan szobája van srácok, hogy befostok. Olyan a setupja, olyan a szobája, és készített rólam hogy egy videót. Én persze ezeket a pár képeket látom, amit beküldött ide a Discordra, de van róla egy videója, srácok. A videót nem néztem meg, csak a képeket, amit beküldött, de képek alapján srácok, szóval beszarás, oké? Okay? Beszarás az ember. Itt van amúgy a csatorna neve, Total Beastek, de ez látom, ez új csatorna, mert ő Twitch-en szokott streamelni, oké? Okay? És ő Twitch streamer normálisan, és ide töltötte fel egyébként a setup túrt amúgy. A setup túrt ide töltötte fel. Hogy ne mondjátok azt, hogy kamu vagy ilyesmi, itt van a Discord szerverem, és ezt láttam egyből. Ő küldte be ide a képeket, a csatornám ki van nyitva, mert az is szabály, és ő küldte ide be a képeket, oké? Okay? Hogy néz ki a setup. És itt van a videó amúgy. Meg készített róla külön egy videót. Srácok! Srácok! Szerintem... Na! Sziasztok, Biz vagyok, és mint láthatjátok, ez egy... Srácok, mi... Ki ez az ember? Srácok, ki ez az ember? Kinek van egy egere, és plusz még két egér csak a tartóba? Őszintén. Setup, ki az az ember? Illetve hát mondhatni... Mi ez? Stúdió videó. Na néztek meg! Mi ez? Kamera, de alapvetően én nem mondanám... Kinek van két kamerája? ...produkció nem vagyok. Ugye ezzel a setup-pal streamelek gyakorlatilag... Final mouse-ok? Nem tudom, hogy milyen mouse-ok azok, de... Jesus fucking Christ! Twitch-re, nem mondom, hogy nap mint nap, de egy héten azért elég sokszor. Darab, hogy minimum 80 ezer, az szart! Az 80 ezer egy egér? Egy egér 80 ezer? Final mouse. Azt a rohadt. És van kettő belőle. Igazából csak pár ember. És plusz még egy Logitech ottan. Logitech G. Van szó. Ugye az a kamera az én... Handcam valami? Handcamem, ja. Az pedig az én webcamem. Szóval... Na, az embernek srácok egy... Handcamem, az pedig... Egy olyan webcamja van, mint az én képernyőm amúgy, mint az én egész képernyőm őszintén. Az én webcamem. Nézzetek meg, hogy milyen jól néz. Sajnálom, hogy mindig meg kell állítani a videót, de minden egyes mozdulattal, ahogy megmozdítja a kamerát, több dolog és több vagány dolog derül ki amúgy a szobájából. Szóval, bro! A címben, mint láthatjátok, 2022-ről van szó, ugyanis ebben a setup tourban meg szeretném mutatni, hogy így 2022 év végére mi jött össze, és nyilvánvalóan 2023-ban majd szeretnék update-eket csinálni, vagy upgrade-eket csinálni, és ezért készül ez a videó, hogy láthassuk a kiinduló pontot. Úgyhogy az elmúlt két évben... Ott van a 3080. Ti? Nem Ti. 3080 sima. Ugye amióta meg lett építve ez a gép. Sima, a 3080 sima. A belsejébe. Viszont perifériás szinten annál inkább. És például másfél éve van vezeték nélküli egerem. Yes. Meg egy éve vezeték nélküli billentyűzetem. Yes. Mondjuk egérből már azóta lett három, de hogy próbálom... De mire? Mire három? Anyuci apuci minimos? Te nem mondjátok, hogy anyuci apuci minimos, ha anyuci apuci minimos jó neki. Oké, okay, egészségükre, viszont szerintem ez nem gyermek, oké? Okay? Szóval ez nem gyermek. Én néztem pár Twitch streamet, belenéztem, hogy kb. Így hány éves lehet, és egy olyan 20 körülít, 20 plusz lehet amúgy. Szóval nem kicsi az ember. Ezeket a perifériákat okay? Új monitor. Ez ki setupja? Te ez egy néző írta be, lehetséges, hogy néző, lehetséges, hogy csak betette a Discordomra amúgy, de olyan setupot nyomott ide az ember, hogy...
Én ilyen setupot én... fejleszteni, hogy a lehető legcleanebb legyen. Ugye a monitor is monitorálványom van, hogy szép legyen. Szóval próbálom ezt a helyet belakni, ugyanis ez egy új hely, viszont ide... srácok, az i9 ott van fenn. Nem mondom, hogy egy-két egy hónapra, Blue Yeti mikrofon. Hanem inkább egy-két évre, de ideiglenesen ez. Mintha látnám amúgy, mintha látnám, srácok, hogy ez itt a rakéta itt hátánál, még az is szerintem egy 100 000 forint. Lesz a setup, ugyanis őszintén. Egy nagyobb szobába szeretném költöztetni a őszintén. Dolgokat, de előbb azt fel kell újítani. Jelenleg ezek a dolgok nem lettek felújítva, szóval vannak a falba, hát látszik is, hogy problémák, meg... hát gyerek lakott itt, úgyhogy úgy is néz ki. Azt mondja, a fal, és ja. Firkálva, és a többi, de erre most ja. Nem szerettem volna költeni, néztek hanem a nagyobb. Mennyi, srácok, várjunk, mennyi az a USA valami rakéta, USA Rocket, Lego, nem nagyon kapok olyat, nem tudom, ha valaki megkapja, írjátok majd le csetre amúgy, hogy mennyi egy olyan. Őszintén. Nem kapok egy gyaltamú, sajnos. Szeretném felújítani. Szóval szia, azért szeretném ezt a videót elkészíteni, mert el szeretnék ismételten aktívabban kezdeni videózni. Ugye, aki nem tudná, hogy 11 56,000 el az első YouTube-ra szánt videóm. Jelenleg nem tudom, hogy 200,000, 100,000, azt melyik tudom. Csatornára kerül. Szóval nagyon 65,000. Erősen gondolkozok, hogy csinálok egy tech csatornát. Az a vízhűtés, te struci, szerintem a vízhűtés itt a legkívesebb, a legkisebb dolog szerintem, és a legolcsóbb dolog szerintem ebből az egészből, őszintén. Remélem nem mondok butaságot. És nulláról elkezdem, hát ha a YouTube algoritmus felkapja, csinálnék YouTube shortokat, szóval, hogy ez lenne az én tervem, hogy kicsit elkezdeni teches irányba. Vízhűtés indulni. Drága? Nem drága amúgy. Nekem is vízhűtés van, és én megoldottam, azt hiszem, forintba 20,000-ért. Persze vannak olcsóbbak, vannak drágábbak, ez persze egyértelmű. Ugyanis úgy gondolom, de... hogy a YouTube-on van egy olyan piaci rés, így Magyarországon, természetesen magyar nyelven, ahova be tudnék illeszkedni az ilyen, hát e-sport ready perifériákkal, vízhűtéssel. Hát az biztos! Ezzel kapcsolatosan nem sok magyar YouTuber van, úgy gondolom. Egyetértek szerintem, chat. Szerintem egyetértek, hogy nem minden youtubernek ilyen a setupja, és nem minden embernek, átlag embernek nem ilyen a setup amúgy 100%, szóval. Úgyhogy ezért szeretnék mindenféleképpen hát elindulni, csak hogy ez új csatorna lesz-e, vagy a meglévőt, nem tudom, mert sajnos az algoritmus a meglévő csatornámmal kapcsolatosan nem nagyon szeret, mert nem küldik a suboknak a videókat, és a többi, úgyhogy ha látjátok ezt a videót, és kedvelitek a munkásságomat, akkor like. Szuboljatok, lájkoljatok, kommenteljetek, mert az segít az algoritmusnak kicsit vagy föléleszteni a csatornámat, vagy ha egy újat kezdek, még ugye ezt nem tudom jelenleg, ahogy fölveszem ezt a videót, akkor pedig... Nem is játékos a csávó, biztos nem kis játékos. Biztos szóval, nem kis játékos. Amúgy nem tudom, YouTube-on tessék 110 feliratkozó van, szóval nem nagy amúgy YouTube-on, viszont Twitch-en Twitch-en, ha jól emlékszek, 4000 feliratkozója van amúgy Twitch-en, szóval az már Twitch-en már elég jó amúgy. Nyomjunk egy lájkot neki. Ott elég jó amúgy. Beküldte a linket? Igen, küldjél Dorian nyugodtan be a linket a videóról, hogyha szeretné valaki megnézni, amúgy bent lesz a chaten, illetve iratkozzatok fel rá, hogyha persze fel szeretnétek iratkozni rá, mert hallottátok, jönnek több kontentek. Igazából ez is. Na lássuk, srácok, lássuk, meg, na gyere szóval bele. Elkezdte a setup-tort. Széket. Azok is elég drága amúgy, egy jó ergonomikus szék amúgy, elég drága amúgy, egy jó. De nem nagyon kell megmutogatni, el tudjátok képzelni, csak egy székről van szó, de hogy ez is upgrade-elve lett, és a polcot kicsit lássuk a polcot. Igazából hardware-es téma az egész, van itt egy lámpa, ami kicsit ilyen backdropot ad, egy kis szint ad. Mik azok? Én nem is tudom, hogy mik azok, chat. Quantum. Nyilván ez egy Momentum, Lorentum. Nem feltétlen jól néz ki, de igazából a streambe nem látszik. Szóval van egy ilyen hűtős polc, a fölött meg ilyen több fajta hardware, ugye a kamerám, tápom. Ott van például a régi, legelső csúcskártyám, a 7970-es, nem nagyon akar fókuszálni. 7970-es? Az milyen? Kicsit sok minden van itt.
Az milyen chat? AMD? De ott van a 7970-es. AMD a 7970-es? Ezt kaptam úgymond Szabitól. Vagy lehet Gigabyte-ot ír rajta, bár nem tudom. Exótól kaptam egy ilyen alaplapot, még amikor nem volt munkám. AMD 7970 az nagyon régi, oké. Akkor mondtam, hogy a nővérem gépét sikerült tönkretennem, és akkor megajándékozott egy olyannal, nem tudta, hogy működik-e, és hát kiderült, hogy nem. Hú, Legók, nézzük meg mennyi Legó. Itt van Legók, itt vannak Stream a perifériák, két egérdoboz, Final Mouse-os egér. Final Mouse Poseidon. Poseidon Final Mouse. Poseidon Final Mouse. Poseidon Final Mouse. Azt a rohadt chat. Ez egy kicsit drága, amúgy őszintén. Ez egy kicsit drága! Két füles doboz, az egyik vezetékes, és a géphez használom, másik vezeték nélküli, és itt van úgymond pótnak, meg a kell vezeték. És még egy Lego. Két billentyűzet, egy teljes értékű, meg egy 65%-os Stream Deck, amit a barátnőmtől kaptam, ugye itt van a proci doboza, amit sikeresen elejtettem, és már eltört. Az is rohadt jó, az i9 proci doboz. Forti majd lesz chat, Forti majd lesz, ezt meg szeretném nézni, úgy, mert szerintem rohadt izgalmas lesz. Rohadt, Lego, rohadt jól néz ki amúgy. Meg eskü. Videókártya. 38 a videókártya. Még több, nézzétek meg, még több egér. Mi a szar? Lego, nagyon sok egér. Mire annyi? Nem feltétlenül azt mondanám, hogy ezek a legjobb egerek a világon. De hát ennyi egér gyűlt össze. Ennek az egérnek a formáját nagyon szerettem. Ugye akkor volt egy régebbi ilyen Kohn egerem. Két G502 doboz, igen, az volt, vagy van, vagy 6 éves anyukámnál üzemel. Ugye most már vezeték nélkül G502 van, de ugyanaz a forma. Aztán van ott egy legyőgyűjtem, egy amúgy hia. MM710, a te mögött elhiszitek. Aztán... A NASA Apollo Saturn 80 ezer forint, azt mondta István. 80 ezer forint. Alaplap doboz és egy... 40! ...mert a elkövetkezendő videók témájára. Aztán van itt egy... Chat! 40-90 van a polcon. 40-90. Széria. 40-90. A 40-90 itt Romániába. Itt Romániába, srácok. A 40-90 700 ezer forint. 700 ezer forint. És egy spoiler alert a elkövetkezendő videók témájára. Aztán van itt egy Yeti mikrofon, ugye... Az melyik Yeti vagy? Erről volt egy unboxing. Blackout? Csak a A-mellett lecserélve, mert a Blue Compass mi volt nekem, nem volt, de nem biztos. Nem biztos. Ugye... A setup mennyi lehet? Te ez a setup, én szerintem több milliókat amúgy. Több milliókat. Erről beszéltem, de ha esetleg... Az én setupom, meg a Sun setupom, meg a KDS setupja, meg a Matyola setupja együtt nem ér szerintem ennyit. Emlékeztetőül akkor 38-9900KS Jazus ROG lap, és 1200-as táp, illetve minden más pedig a leírásban részletesen. Még egy Lego. Ja, még amit szeretnék ezek a... Most már szeretem minőséget, hogy látszik. Ja. Meg ezek az Elgato Mondkitek. Sátok, az Elgato az rohadt drága amúgy ezen ilyen téren. Ilyen téren rohadt drága. Hogy a világítás van, ami egy olcsó softbox. Ez az, amit a softbox szerintem az Elgato drága, mint a softbox. A világítását befolyásolni. Vagy be van kapcsolva, vagy ki. Nem, néz ki a legzgémer jobban szerintem. Az övé, szóval az egész szobája. Jónom, fejleszteni kéne, de nagyon szépen el tudtam vezetni a kábeleket. Dolgozott érte szerintem? Hát, ja, biztosan, hogy néztek meg. Hát, rohadt jó, néz ki chat. Ugye van néztek benne meg. Egy ilyen, hát egy ilyen adapter, szóval, hogy ez táp, vagyis táphálózatról működik, van rajta egy ilyen gyors kioldó, hogyha például valami fajta videót vennék föl, akkor gyorsan le tudom kapni a gépet, nem tudom miért nem fókuszál, nem nagyon akar fókuszálni, mindegy. És akkor, hogy láthatjátok, hogy ott van a két monitorarm, és a... Az rohadt jó amúgy. Elgátó ilyen
Hát, nem tudom mennyire látszik. Mobillal veszem föl, mobiltelefonnal, mert hogy ebben nincs képstabilizátor, aztán így a vlogos stílusban talán így jobb. Szóval, hogy ez az Elgato mount rendszer veszi körbe a asztalt, ami nem feltétlenül legszebben néz ki, de azért nem néz ki rosszul. Egyáltalán nem néz ki rosszul. Ilyen industriál jellege, de viszont annál inkább hasznos, mert hogy minden az asztalra... Nem tudom, hogy fortétozik a srác a legszemét, nem tudom. Ha elmozdítom az asztalt, akkor nem kell asztalt, akkor nem kell külön ugye váltanom pozíciót. 240 Hz-es? Mekkora lenne 340 Hz-es? Ott marad, szóval... Mekkora lenne 340 Hz-es képernyő? Takarítani is könnyű, hogy elhúzom az egész asztalt. Lássuk. Nem kell utána mennem a bármilyen állvánnyal, úgyhogy ez volt a cél, hogy minél inkább hát egy ilyen használható stúdió legyen. És szeretném ugye hardveres videóknál is ezt a felső kamerállást használni. Tök jó volt. És lehetőleg inkább ilyen kicsit otthonos, kicsit ilyen leülős, beszélgetős, teches dolgot szeretnék. Nem nagyon szeretném túl bonyolítani, mert így főállás mellett nehéz. Úgy gondolom, hogy olyan minőségű videókat gyártsak, hogy tényleg az egész napom elmegy vele, annak szerintem semmi értelme. Nyilván, ha majd jönnek a nézők, akkor érdemes ezeken is fejleszteni. Pompák ilyen jobb az új. Nos, perifériák. Ugye ez a Canon EOS M50-es, az egy... Nem tudom, milyen az. Canon EOS... Mit mondod? Canon EOS M50-es. Canon EOS M50. Canon EOS... Azt rott. Oké, kíváncsi vagyok a minőségre majd. Az egy... Kell az ember? Ó, flexi. Ez az új monitorom, ez nagyon, nagyon friss. 270 Hz, 270 Hz, igen, és 1440p-s, ahogy ez is ez 1440p-s, csak ez 155 Hz-es monitor. Ez IPS, okay. STM panel, úgyhogy elfért az upgrade, közben leülök. Az 1440p vajon az 4K vagy 2K még? 1440p, az nem tudom, hogy 4K vagy 2K, chat. Ne, az 2K, jó, az 2K, jajaja, 2K, jajaja. Oké, 2K. Szóval, nice. Ott egy Xbox-kon. Ember, 2K, 2K, és 270 Hz, az nem volt olcsó képernyő. Roller egy ilyen. El kell, hogy mondjam, hogy az nem volt olcsó képernyő. Én néztem 4K-t, és csak 144 Hz, és 27 incses legyen, és olyan valami 300 ezer forint, szóval... Töltő állványon. És csak egy képernyő, ember. Csak egy képernyő, chat. Ott van. Az egér. Flexi 2 Final Mouse egér, csak ott ül az állványon, igen. Szimika, aki eldölt, ugye a barátnőmtől kaptam. Van itt egy flaska, amiben van tisztítószer, sima pál clean, mi? Meg friss rongy, adapterek, USB-k, aksik, minden, ami kell így PC-hez. Próbáltam a lehető legjobb setupot. Nézzük meg, mennyire jól néz ki az egér! Hát az asztal alatt nem nagyon sikerült, igazából nem túl nehéz, mert van egy ilyen háló az asztal alatt, ez egy IKEA-s asztal, és hát nem a legjobb a minősége, mert vannak benne ilyen lyukak. Sajnos a használattól, ahol lekopott a festék, ott ilyen, mit tudom én, valami festékpótlóval lehetne pótolni. Van két ilyen... Én nem is tudtam, esküszöm, én nem is tudtam, srácok, ebben a 26 évben nem is tudtam, hogy vannak egértartók. Őszintén egyszer se jutott volna eszembe, és egyszer se kerestem volna szerintem rá a Google-en erre, hogy egértartó. Logitech-es hát hangfalam, nem nagyon izgat senkit. Van Stream Deck-em, amit ugye már említettem. Az menő amúgy, az a segítőkész. És rengeteg mindent be lehet rajta. Nekem nincs bezzeg. És iszonyatosan imádom, például a fényerejét, hogy ne égjen ki ennyire. Kéne beszélnünk az Elgatóval, chat. Aha, és fény kéne beszélni az Elgatóval. Ugyanis egy okos elosztón van, és most fölkapcsolok mindent. Ugyanis egy okos elosztón van,
és minden egyes plugját tudom az okos elosztónak irányítani, úgyhogy nagyon fajn egy eszköz, hogy ennyi mindent lehet csinálni. DC szobákra így tudok becsatlakozni, ugye OBS, hogy mit használok stream alatt, limitom, több oldal van, fú, rengeteg mindent lehet használni, beküldök egy macskát a chatre, úgyhogy ha valaki ott van, akkor tudom használni, tudom különböző appoknak levenni a hangerejét, szóval fú. Mi az a tekercs ott hátul vajon? Ez a, gondolom a hátul? A, mondjad már a hangfalaknak? Igen, ez egy, hú, és még meg annyi mindent tudok rajta állítani, plusz ugye ez egy ROG Falchion 65%-os magyar kiosztású billentyűzet, ami vezetőnél. Szóval valami piszinek ez megint, valami piszinek. Hát néha vannak vele problémáim, nem olyan jó a vezeték nélküli kapcsolata, de már folyamatosan frissül. Ezt úgy értem, hogyha jönnek ilyen update-ek hozzá, egyre jobb lesz, de még mindig vannak vele problémáim, de nem olyan hú, de nagyon zavaró. De ezt úgy azt arról, de clean. Clean ember. Clean az a, az a, az a keyboard ember. Ha én úgy rázumbolnák, hát... Nem tudom, hogy ki eszik amúgy, és közben itt billentyűzet, ez meg gépezik. Én nem értem, és a zsíros kezét mindig amúgy a WASD-re nyomja meg az egeret, és a zsíros kezében meg nem értem amúgy, hogy ki csinálja ezt. Volna említeni. Nem értem. Illetve azt is meg szeretném említeni, bármi van a videóba, nyugodtan kommenteljétek, hogy miről szeretnétek látni valami bemutató videót. Az a két eger ember. Vagy bővebben bármilyen fajta videót. Úgyhogy ez a videó azért is készül, hogy bármi van olyasmi, amiről szeretnétek, akkor hát csinálok nagyon szívesen. Legalábbis ahogy az időm engedi, nyilván mindent nem tudok megígérni, de nagyon kevés esélyt látok rá, hogy olyan sok komment érkezzen, de esetleg beindulna ez a videó, vagy nagyon sokan látnátok, akkor... Az ember nagyon éli. Az ember nagyon éli, már elmondta sokszor, hogy hát ha YouTube nyomja a videót, hát ha YouTube nyomja a videót, ami egyébként... Rattul megéri amúgy a YouTube, hogyha nyomna ezt a videót, mert tényleg nem sok embernek, és egy átlag embernek nem ilyen a setupja, őszintén. Szóval rossz sok mindent tud bemutatni. Mindenki az egész setupról, az egész hardware-ról, az egész mindenről, szóval. Na nézzétek sztár, meg! Sztár! Ugyanis a két sztárnak a neve az, hogy Starlight 12, Final Mouse gyártmány. Nézzétek már az árát egy ilyennek, keressetek rá Google-en. Kerestek rá Google-en. Starlight, mit mondott? Starlight 12. Starlight 12 Final Mouse. Final Mouse gyártmány, ez egy Poseidon. Ez a Poseidon, oké. Okay. Ez pedig egy Phantom, különkor pezekkel. Lehet, hogy ezről csinálok majd egy videót, mert ezen custom görgő is van, ami más márkájú, mint mondjuk ebbe található görgő. És jelenleg ez a világon a legkönnyebb vezeték nélküli egér, ez egy $189, 180 ezer forint, azt a rohadt! Mind a kettő small variáns. Azért mondom, hogy jelenleg, mert hogy valószínűleg idén ez meg fog dőlni, de Final Mouse elméletileg idén fog valami új, ennél könnyebb egérrel jelentkezni. Kíváncsian várom, és azt is, hogy mindenfajta ilyen issue-t kijavítanak, ami problémás. Minden másra, ugye ez két FPS egér, minden másra pedig ezt a G502-t. Ó, szóval van ember két egere, csak az FPS gémekre, szóval csak az ilyen first person shooter gémekre, és képzeljétek el, bemész a Fortnite-ba, előveszed ezt az egeret, bemész a PUBG-ba, előveszed ezt az egeret, cségózni? Más egér? Akarok csak YouTube-ozni? Elveszem ezt a szaregeret. Szóval, what the fuck? Hogy ne azok az egerek kopjanak feleslegesen, alapvetően meg igazából több gomb szerkesztésre, böngészésre, dotára mondjuk sokkal jobb. Szóval használom ezt. Szia Ádám, ez az ember, ez egyedi, komolyan mondom. Ez az ember, ez... Nem. De még, amit használok, na, azt hittem, már elővesz egy egeret, megint negyedik egeret így a zsebiből. Ez egy ROG Delta. Ugye láthatjátok, hogy elég sok Asusos termék van itt a
körülöttem. Ez azért van, mert amikor annó az első full RGB-s cuccomat megvettem, ami egy billentyűzet volt. Nagyon szép a képház is. És azt hiszem volt róla unboxing, igen, volt róla Strix Flare billentyűzet, ez még 2018 körül lehetett. Megállítom itt még egyszer egyébként, mert látom, hogy jöttek új emberek amúgy a chatre. Az ember srácok a Discord szerverre beküldte amúgy a pár képben, összefoglalta a setupját amúgy. Van egy olyan a Discord szerverben, hogy Rate My Setup, ahol tudjátok jól, hogy tudtok ti is küldeni be képeket, és késztek ilyen külön videókat, hogy a nézém setupjára reagálok. Na most ez az ember beküldött oda pár képet, és azt is írt oda, hogy van egy külön videója az egész setupjáról. És akkor rámentem, és akkor kiderült, hogy ő is egy kisebb videós, kisebb streamer, és akkor erre a setup videóra, a setup tour videóra reagálom most, hogy úgy kerültünk ide, úgy kerültünk kapcsolatba vele és a setupjával. De... Szóval... Hát... Top 1%-ban benne van szerintem Magyarországon, esküszöm, top 1%-ban biztos benne van. Hogy amikor azt vettem meg, akkor eldöntöttem, hogy milyen irányba mozdulok. Ugye nagyon sokat gondolkoztam, hogy Corsair legyen, vagy Razer. Ilyen szerintem nincs... The VR Janinak otthon amúgy. A home office-ban nincs szerintem ilyen setupja, meg ilyen szabálya. Esküszöm. Corsair, vagy egyáltalán milyen fajta márka felé induljak el, de azt már akkor tudtam, hogy egyfelé elindulok, és nem szeretnék nagyon mást venni, mert nem szeretnék több fajta programot használni, hogy ez ilyen színű legyen, az ilyen színű legyen, aztán foglalja az erőforrásokat feleslegesen a gépről. Olyat szeretnék, ami egy program, egy gombnyomás. 1 millió biztos, bent van a szobában? Tomoko, 1 millió csak a videókártya, papa. 49-e van-e? 49-en. Az 1 millió. De VR-éknek sokkal jobb gép, megszerepjük van. Az Office-ba elhiszem, de szerintem otthon, ami még streamel otthon, Jani, szerintem azért ez mellé állhat 100% amúgy. Szia, Círmos, hello mindenkinek. Srácok, valami moderátor nem tudja bekopizni a Discord server linkjét amúgy? Discord server linkjét, please. Bekopizni oda a chatre, hogy majd akinek kell, ott lesz a chaten az invite, a Discord server. Szia, Zan, hello mindenkinek. 4-5 millió minimum? Szerintem is van egy annyi. Ha nem is 4-5, de 3, biztos 3 millió van amúgy, biztos. Kösz szépen, Dorian. De aztán rájöttem, hogy biztos ember, nem biztos. Laplapot, milyen hár? Több van. Lehet irányítani több ezeket, úgyhogy végső soron Zázusz jó. Mi a videókártya van? 49 a videókártyája van, 40-90. Jó döntés volt, és nem feltétlen azért veszem már. És van ott jobban, hogy 30-80 is, de 49 van. Hanem ebbe az irányba indultam el, ami végső soron teljes mértékben pozitívum volt, mert például ez a Delta fülesem már egyszer elromlott, és ez már második zsírúj fülesem, és igazából nem romlott el, hanem csak megtört a kábelje. Ugye ez itt len van az asztal alatt, azt a dzsumburnyákot nem akarom megmutatni, mert hogy... Cable management. Ideglenes. Nulla. Nem szeretnék, így tudom én egy fél napot arra áldozni, hogy megcsináljam a kábelt, úgyhogy tudván, hogy egyszer szétszedem. Az a lényeg, hogy itt felül szép legyen és gusztusos. Hát az biztos. Úgyhogy... Megnyomta az ember. Még amit elfejtettem megmutatni, azt ez elérte. Egy Partizán FX Zero softos egérpad, és például egérpados bemutató videót is szeretnék, hogy miért érdemes olyan egérpadokat választani, amilyenek, és hogy mégis miért nem mindegy, milyen egérpadot válasszunk. Úgyhogy úgy gondolnám, hogy erről a magyar YouTube-on sehol semmit nem lehet találni, de még a külföldi YouTube oldalakon sem. Na, szóval ennyi. Az lenne. Ember 200-ig komoly, az... Egy üveg géphez, oldala, vagy? Csak azt levettem, ja. Hogy ne csillogjon, meg tükröződjön, okay. Feleslegesen. Szóval ennyit szerettem volna, ez egy jó hosszú videó lett. Na, azt hiszem, van még több egép adja. Úgyhogy légy szíves, ha tetszik. És azt is cserélje, bár ezt az egeret most előveszem, most játszok egy kis Fortnite-ot, lesz más egérpad. Pif, cseréljük az egérpadot is. Ha már az egeret cseréljük, egérpadot is. Mindenféleképpen osszátok meg, vagy kommenteljetek, nem nagyon szoktam ilyet kérni, de lehet ez a baj. Minden egérde külön egérpad, ja. Hát ez nagy amúgy. Chat, a videó linket beszpemelem még egyszer amúgy a chatre, csapassátok szét a like bot nála is, iratkoztok fel, eléggé új videós, de látjátok a setupja az 10-ből 10 szerintem chat, 10-ből 10, tényleg. GG, szép, ügyes, nice, tényleg. Le a kalappal, srácok, le a kalappal szerintem.